A vízilabda extraliga B csoportjában 5 csapat szerepel, és a bajnokságban oda-vissza alapon mérkőztek meg egymással. Itt a tét az első hely megszerzése volt, ami egyúttal az extraliga A csoportjába való visszajutást jelenti. Pőstény és Vrútky csapatai ebbe nem igazán tudtak beleszólni. Komárom, Tapolcsány és Zsolna pólosai küzdöttek a két helyért. A komáromi pólosok már az első körben jól kezdtek, legnagyobb riválisaikkal szemben. Otthon is, kint is legyőzték Zsolna gárdáját, Tapolcsányban pedig döntetlent értek el. A napokban került sor a Tapolcsány elleni hazai visszavágóra, melyet a dél-komáromi uszodában játszott le a két csapat. Fazekas István edző fehér sapkákban játszó védencei semmit nem bíztak a véletlenre, és kitűnő játékkal győztek 12-7 arányban legerősebb ellenfelükkel szemben. Győzelmükkel a B csoport élén végeztek, és jövőre az extraliga A csoportjában fogják képviselni a klub és városunk színeit.